Sziasztok, Könke vagyok. Úton vagyok szokás szerint, ez egy újabb Mono podcast adás lesz. A forgalom, illetve a Waze-nek az aljai dumái beleszűrődhetnek, illetve néha debilnek tűnhetek, mert a forgalomra kell elsősorban figyelnem, nem pedig a mondandómra. Mostani podcastnek a témája az a tételes költségvetési kiírás lesz. Hogy mi is ez, mire kell, miért kell, és hogyan lehet beszerezni. A tételes költségvetési kiírás az minden építésznek, illetve szakembernek a mumusa. Mocskosul sok időt el lehet vele tölteni, mire az ember összeállítja. Tehát úgy képzeljétek el, hogyha van egy földszint plusz tetőteres beépítésű új lakóépületünk, és arról van egy egyszerűsített bejelentési dokumentáció, ami alaprajzok, 4 homlokzat, 2 darab metszet a rétegrendekkel, meg a műszaki leírások. Ebből össze kell ütni, és ki kell számolni tételesen a vakolatmennyiségeket, az áthidalókat, javahondú statika is, áthidalókat, ilyesmiket, tehát tételesen mindent végig kell számolni. Ezt úgy higgyétek el, hogy nagyon alsó hangon egy ilyen tételes költségvetésnek a kiírás elkészítése, tehát árazás nélkül a profitnak 4-5 óra. Tehát aki tényleg ebben van nap, mint nap, azoknak 4-5 óra. Úgy, ha van digitális anyag hozzá, még lehet kattintgatni mondjuk Arricet fájba, vagy Autocad fájba a dolgokat. Ha mindez kinyomtatva van, és léptékbe kell kinyomtatni, és vonalzózni kell, mert minden, hát arra azért lehet számolni nyugodtan egy 2-3 óra pluszt. Vannak olyan szakik, akik ebből élnek. Tehát ilyen tételes költségvetési kiírásokat készítenek árazatlanul, nagyon jó meg lehet belőle egyébként élni, de nagy a felelősség is. Már 20 évvel ezelőtt is volt egy TERC Viking nevű költségvetés készítő program. Rohadt jó az a program. Úgy képzeljétek el az egészet, hogy az összes építési munkanem meg minden föl van benne sorolva, és akkor rákattintasz, hogy falazás. Kiválasztod a falazóanyagot, milyen szélességben, tehát mondjuk poroterm 30-as tégla, vagy poroterm tégla 30 centi szélességben, hőszigetelő habarcsa, vagy nem hőszigetelő habarcsa, tehát ezt is tudja, beírod a mennyiséget, és akkor ezt ő összerendezi egy komplett költségvetési adatfájlban, amit aztán ki lehet exportálni Excelben is, meg PDF-ben is, meg mindenben. Tehát lesz egy olyan költségvetési kiírás, amiben ott a munkanem, maradjunk ennél a példánál, hogy falazat poroterm 30 a poroterm téglából 30 cm szélességben hőszigetelő habarcsa, hány négyzetméter a falazat, utána ott van az, hogy az egységára, tehát az anyag egységár, anyag munkadíj egységár, és értelemszerűen a program beszorozza majd a kettőt. 5, illetve 6 oszlopunkban van önmagában a munka nem, van a munka mennyiség, az anyag ár, négyzetméterre, tehát egységre vetítve, a munkadíj egységre vetítve, illetve hát ezeknek a szorzata, tehát az anyag arra az adott munkára vetítve, vagy arra az adott munkanemre vetítve, és a munkadíj arra az adott munkanemre vetítve. Ez azért nagyon fontos, mert ha bármi ok folytán eltérés van a tényleges építésnél, és mondjuk be van írva 110 négyzetméter falazás, de neked a kiviteleződ azt mondja, hogy hát számoljunk már el, 140 négyzetméter falazás. És miért? Mi történt? Tehát mitől lett 30 négyzetméterrel több? Előfordulhat, hogy a megrendelő kért mást. Előfordulhat, hogy a költségvetés kiírást készítő számolt el valamit. Illetve hát sajnos a leggyakoribb, hogy hát a kivitelező megpróbál egy kis plusz pénzhez jutni. És mondjuk peribe számolja a nyílászárókat, meg egyébként ezeknek megvannak a költségvetés készítésnek a szabályai, hogy mekkorát vonhatsz le, stb. Stb. De ha van egy ilyen költségvetési kiírásod, tehát tételes, akkor tudsz vitatkozni, ugyanis ő előtte beárazta. És ha mondjuk ő beárazza 7000 forintra a 30-as tégla falazást, négyzetméterenként, és ő azt mondja, 4 hónap múlva, amikor zajlik a tényleges munka, hogy 9000, akkor miért, öreg? A kivitelezési szerződés arról szólt, hogy a kivitelezési szerződés mellékletében lerakott költségvetési kiírás alapján, meg a értelemszerűen tervek alapján. Tehát nincs ilyen, hogy közös megegyezés nélkül
a 7000-es négyzetméterárat azt hirtelen fölemelem 9000-re, mert rájöttem, hogy alulárasztam, vagy éppen többet akarok lehúzni az egészben. Nincs ilyen. Ez a tételes költségvetési kiírás pont ezért jó, mert el lehet számolni benne mennyiségileg is, és a tételárral is. Ez a legfontosabb része egyébként ennek a tételes költségvetési kiírásnak. Bármi gondod van a kivitelezővel, vagy egyébként kivitelezőként bármi gondod van a megrendelővel, akkor föl lehet rúgni az egészet, már természetesen a szerződés engedi, és el lehet számolni bármilyen munka közben. Tehát nem az van, hogy egy sajtszetlén kapsz egy árat, hogy szerkezetkész építés, 40 millió forint. És azt sem tudod, hogy ebből mennyi a munkadíj, vagy mennyi az anyagdíj, de ha még ezt is tudod, még akkor sem tudod tovább bontani. És ha el kell búcsúzni egymástól, hidd el nekem, hogy teljesen aránytalanul lesz elosztva az elvégzett munkának az aránya, ahhoz képest, ami még hátra van. Tehát te megrendelőként mindig szarul jársz. Ha pereskedésre kerül a sor, akkor meg pláne szükség van erre, mert mind a két fél ehhez képest fog viszonyítani. És egyébként egy igazsági szakértő is ezt fogja elővenni. De egy műszaki ellenőr is, aki részt vesz pénzügyi elszámolási vitánkban, ez alapján fog dönteni, meg ez alapján fog segíteni neked. Ez a lényege a tételes költségvetési kiírásnak, hogy már előre rendezi a vitás helyzeteket. Mi az előnye még? Ha neked van egy ilyen, most egy lakóépület építésnél ez ilyen 25-30 oldal szokott lenni, ha van egy ilyen tételes költségvetési kiírásod, akkor ezt ki tudod küldeni 10 kivitelezőnek, vagy akármennyinek, de mind a 10 kivitelező köteles azt a költségvetési kiírást beárazni. Tehát nincs olyan, hogy attól ő eltér, és attól ő más mennyiségeket ad, meg ad egy sajtcetlit, hogy én ennyiért vállalom a 70 millió. Nem, öreg. Ha nem árazod be ezt a költségvetési kiírást, akkor a viszontlátásra, akkor ne is adjál árat. Amint ez ott van nálad a kezedbe, össze lehet hasonlítani 3-4-5 ilyen tételes költségvetési kiírást, és a kiugró tételek azok azonnal előjönnek. Mondok egy példát. Van egy nagyon kedves kivitelező, akivel már tényleg 10 jó pár éve már együtt dolgozunk, és hát nála előfordul az, hogy nem sokszor, de néha előfordul, és szoktunk rajta röhögni, hogy véletlenül 1-0-val többet üt le, és tényleg véletlenül. És 1-0-val többet üt le, mondjuk a Esztrik ajzatbetonozás az nem 3500 forint négyzetméterenként, hanem 35000. Ez azonnal egy olyan magas kiugró tétel, amit a többivel összehasonlítva kiugrik. És még egy laikus is rá tud arra jönni, hogyha az összes többinél 3000, 3200, 4000 van beírva, vagy 5000, akkor az nem 35000, hanem a hülye kivitelező, már bocsánat, véletlen ráütött egy nullát. De ugyanez így visszafelé is, hogy kevesebbet ütött rá. Tehát mondjuk 11000 helyett 1100-at írt rá. Vannak a negatívon kiugró tételek, meg a pozitívan kiugró tételek. Ezekre vissza lehet akkor kérdezni, hogy ne haragudj, ez miért ugrik ki. Van olyan, amikor a kivitelezőnek nincsen például adott szakmunkása, tehát mondjuk gipszkartonosa. De tudja, hogy milyen áron dolgozik neki alvállalkozóként az a gipszkartonos, és azt adja be. Na most annak, aki saját cégén belül alkalmazottakkal gipszkartonoz, értelemszerűen olcsóbban tud gipszkartonozni, mint egy külsős vállalkozó. Itt is lehetnek eltérések, ezek is azonnal látszanak például. Ami még fontos, hogy ha van egy ilyen tételes költségvetési kiírás, és ezt kiküldöd a kivitelezőknek, hidd el nekem, hogy 10-ből 8 válaszolni is fog. Ugyanis ha látják, hogy van egy ilyen tételes költségvetési kiírás, az építkezés komolyságát is jelzi. Tudja nagyon jól, hogy egyrésztről nem tud téged átbaszni, másrésztről meg a tételes költségvetési kiírás alapján itt elszámolás lesz. Előre is, utólag is, mindenhogy. Nincs susmus, nincsenek felvett előlegek, amiket nem tudok megindokolni. Ez jelzi a komolyságát, és hidd el nekem, hogy sokkal jobb, hogyha az a 10-ből az a 80% emiatt lemorzsolódik, mert nincs rájuk szükséged. Ki csinál ilyen tételes költségvetési kiírást? A legrosszabbat akkor teszed, ha azt mondod a kivitelezőnek, hogy itt vannak a tervek, kérlek adjál rá árajánlatot, de tételeset. Komolyabb, nagyobb cégeknél van egy-két technikus, mérnök, kollega, akik ezekkel foglalkoznak. Ténylegesen leül, kinyomtatja a terveket, vonalzózik, számol, és egyebek, és utána beárazza. De ha kiadod ezt két
mondjuk 2-3 ilyen komoly cégnek, akkor egyrésztről semmi nem garantálja azt, hogy mindenki úgy teljesen ugyanazt fogja beárazni. Ugyanazt kellene, mert hogy a műszaki leírások, anyagok, mennyiségek ugyanannak kéne kijönnie, de nem tud ugyanazt kijönni, lesz benne azért valamelyest eltérés. Ez az egyik. A másik pedig egy kicsit etikai dolog, bár az építőiparon etikáról beszélni egy kicsit meredek, de amikor mondjuk azt, hogy 3 cégnek kiküldöd, akik megcsinálják a tételes költségvetési kiírást, hidd el nekem, hogy mindegyik el fog baszni erre 2-3-5-6 órát, munkaórát, és te azt mondod a 3 közül, jó esetben azt mondod az egyiknek, hogy oké, tiéd a munka, az az egy nem fogja elkérni ennek a tételes költségvetés készítésnek az árát, mert hogy ő megnyerte a munkát. De a másik 2 teljesen jogosan kéri el a költségvetés készítésnek a díját. És itt különböztessük meg a költségvetés készítést és a költségvetés beárazást. Ugyanis ha te kiküldesz egy árazatlan költségvetési kiírást egy cégnek, tök lazán, akár fejből be tudja árazni, mert tudja, hogy milyen tétele, tehát milyen árakon dolgozik, azért nem kérhet pénzt. És ezt, ha hallgatja kivitelező, neki is mondom, hogy ha van egy tételes költségvetési kiírás, amiben vannak mennyiségek, munkanemek és egyebek, nem kérhetsz érte pénzt, hogy te azt beárasztad. De ha neked kell kiszámolni a mennyiségeket, meg mindent, akkor viszont teljesen jogosan kérheted el az árát. Viszont, ha érkezik egy ilyen felkérés egy kivitelező céghez, hogy itt vannak a tervek, kérek rá egy tételes költségvetést adjál, akkor illik visszaírni a cégnek, hogy oké, megcsinálom, mondjuk 2-3 nap, de mivel, hogy ez nekem nem kell leírni, hogy hány munkaórába, de mivel, hogy nekem ez sok munkaórába kerül, tehát gyakorlatilag minimum egy fél napja egy íróasztali kollégámnak, ezért ez ennyibe fog kerülni, mondjuk 50 ezer, 60 ezer, 80 ezer, kéred-e? Itt vice versa mehet akkor, hogy igen kérem, igen nem kérem, és ennyi a történet. Lesznek olyan cégek, főleg, hogyha esetleg beütne megint egy olyan krach, mint 2010 után, hogy elfogytak a munkák, akik ingyen fogják beleölni az idejüket és egyebeket, mert egyszerűen kell a munka, tehát a munka fejében. Ott viszont rohadtul nem etikus az, hogy amikor kap egy értesítést, hogy köszönjük szépen a kapott árajánlatot, nem önt választottuk, akkor ürgum burgum, én eltöltöttem ezzel 6 órát, kérek 100 ezer forintot. Nem, ezt előre le kell tisztázni. Utólag már kurvára nem etikus. Azt meg a másik oldalról nem tartom etikusnak, például, mert ezzel is sajnos viszonylag sokszor találkozom. A megrendelő kiküldi 3-4-5 ilyen komolyabb cégnek a házterveket, hogy kérek egy költségvetési kiírást, egy tételest. Ebből mondjuk 3 visszaírja, hogy hát én ezért kérnék pénzt, megrendelő visszaírja, hogy köszönöm, akkor nem kérem, de fog találni olyat, aki bevállalja és beárazza ingyen, elküldi a tételes költségvetési kiírást, és nincsak. Ott van egy tételes költségvetési kiírás ingyen a megrendelőnek. És akkor a megrendelő fogja, kiszedi belőle a pénzügyi számadatokat, és akik korábban azt mondták, hogy 60-70 ezer forintért árazom be, azoknak kiküldi a tételes költségvetési kiírást, hogy ja, hát itt van, akkor nem kell számolnod, csak írd be az összegeket. Tehát ez meg a másik oldalról nem etikus. Mondom, mind a kettővel találkozom, viszonylag sűrűn, panaszként kapom ezeket e-mailben. Költségvetési kiírás többféleképpen készülhet. Már említett TERC program például nagyon jó, de túlságosan részletes. Mondok egy példát. Egy homlokzati hőszigetelés, tehát egy drive-it hőszigetelés, az áll a homlokzati lapok fölragasztásából, áll a összecsiszolásból, áll a dűbelezésből, áll a hálózásból, áll a színezésből, az élvédőzésből és az áványozásból. Ez 7 féle tétel. Na most komolyabb projekteken meg minden ezt így kell, meg el is várják egyébként. Mindegyiknek van egy tételszáma, ami minden tervben ugyanaz, tehát beütött, hogy 42 kötőjel 0, 111 ezer, 353, mínusz 4, akkor ugyanazt a tételsort be fogja dobni a terc. Tehát ebből a szempontból nagyon jók ezek a dolgok. Viszont családi ház szinten, ha odadod Józsi bácsinak a köművesnek, akkor azt fogja mondani, hogy jó édes faszomat, nekem a drive-it hőszigetelés 8000 forint négyzetméterenként plusz az áványozás, mondjuk. De abban minden benne van.
Én arra jöttem rá az elmúlt, mondjuk azt, hogy 15-18 évben, előtte én is használtam percet, mert tényleg rohadt jól lehet használni, hogy inkább megcsinálom Excel táblázatban a tételes költségvetési kiírást a terveimhez, mert az érthető, nem bomlik ennyi felé, és családi házszinten ez sokkal jobban kezelhető. Mert ezt tudja kezelni a terces is egyébként, meg tudja kezelni a Józsi bácsi is. De a tercet, azt a Józsi bácsi nem fogja kezelni. A tercben is egyébként létre lehet hozni, mert sokan ezzel piszkáltak engem, hogy hát a tercben is létre lehet hozni 15 centi LPS 80-as homlokzati hőszigetelés, dübbelezve, hálózzal, plettelve, törfehér színezése. Tehát ezt létre lehet hozni a úgynevezett K, tehát különleges tételben a tercben is, és azt el lehet menteni. Ha már a költségvetésnek a 60%-a az K-tételekből áll, akkor nincs értelme a tercet használni, én erre jöttem rá. Nekem sokkal jobb az, hogy a, mondjuk azt, hogy az elmúlt 15 évből van 350-400 költségvetésem, tehát van tetőteresre, van alápintézetre, van felújítási munkákra, bővítésekre, új házakra, mindenre. Nagyon kevés olyan tétel van, amit nekem újra kéne gépelgetni. Megnyitok 6-8 Excel táblázatot, és abból gyakorlatilag magát a tétel szöveget természetesen, mert csak azt, de össze tudom ollózni. Tehát az én munkamódszerem az az, hogy A-tól Z-ig végigmegyek az adott épületen, összeollózom a munka szöveget, tehát a munkanem szövegeket, és utána ezeket bizony nekem is le kell állni papíron számolgatni, illetve hát én már viszonylag keveset számolok papíron, mert Arikedben dolgozom, ott, mivel én 3D-ben tervezek, nekem a válaszfal az például nem a burkolattól tart az álmennyezet aljáig, hanem az alatta lévő szerelőbetontól vagy födémtől, tehát ott van egy 15-18-24 centis plusz falunk, az álmennyezet fölött a kiékelésig. Tehát nekem a gép, ha kijelölöm a válaszfalakat, akkor kidobja a válaszfal mennyiséget. De ez tényleg 3D-ben úgy föl kell építeni az épületet, hogy minden klappoljon. Tehát a rétegrendek, a falak odáig menjenek fel, hogy belenyúljanak az ajzatbetonba, a hőszigetelésbe, stb. Tehát én ennyiben előnyben vagyok. Így dolgozok, és a mennyiségeket így tudom kigyűjteni. Ami egyébként egy kicsit kvázi hülye biztossá is teszi a rendszert, mert nem számológépen pötyögök, ahol véletlen rákönyökölök és elütök valamit, vagy papíron valamit kifelejtek, hanem tényleg jobban ellenőrizheti a dolog. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy megcsinálom a tételes költségvetési kiírást, félre rakom 2 napra, és 2 nap után az elejétől végig számolom megint az egészet, tehát kigyűjtettem az adatokat a géppel, nem felejtettem el, vagy nem basztam el valamit benne, mert utána tudok megbizonyosodni arról, hogy akkor tényleg esetleg jól vagy rosszul dolgoztam. Tehát mindegy, hogy miben készül a tételes költségvetési kiírás, a lényeg az, hogy A-tól Z-ig végig legyen víve egyértelmű szövegezéssel, és tényleg az, hogy tömkel minden, ami családi ház, tehát én családi ház szinten vetítem az egészet. Itt majdnem azt mondtam, hogy primitívségre kell rámenni, de ezért föl fognak koncolni a kivitelezők, nem a primitívségre, hanem a közérthetőségre kell rámenni. Tehát amikor a egyszerű kömövesnek is be kell tudni árazni a költségvetést, és azt meg kell érteni a megrendelőnek is, erre kell rálőni, és ez nem, ne értsetek félre, ez nem észbeli színvonalat akar, hanem egyszerűen műszaki színvonalat. Tehát nem várhatom el a megrendelőtől, hogy a szakszavakat úgy értse, mint ahogy én vagy akár a kivitelező. Az egyik bővítés, felújítás, átalakításos tervezési munkámnál megcsináltuk azt is, hogy ja, tehát ami még fontos a tételes költségvetési kiírásnál, hogy ez munka összesítőnként van, tehát vannak falazási munkák, vannak tetőfedés, van bádogozás, van betonozási munkák, basszerelés, tereprendezés, tehát ennek megvannak a műszaki összesítői, amiben így bele kell tenni a tételeket, bármilyen hülye hangzik. A gipszkartonozást az például vagy a vakolásnál fogod megtalálni, vagy a falazásnál. Szigeteléseknél értelemszerűen megtalálod a vízszigetelést, a hőszigetelést, minden egyéb szigetelést. Nyílászároknál nyílászárokat. De ez azt eredményezi, hogy lesz 18-19 lapfül, ha az Excel-t nézzük, amiben így az ajzat betonozásnál, tehát a betonozási munkáknál ott benne van a vasatszerelő beton, a födémnek a felbetonja például. Na, elbasztam a lehajtást.
vasúti átjáró az autópályán. Te véz, nem vagy egy kicsit meghűlve? Hát ez kurva jó. Na, szóval betonozási munkáknál ott megtalálod az alapozást, a vasatszerelőbetont, a födénfelbetont, az ajzat, esztriket, így akár ezeket így egymás alatt hat tételbe. Ez nem tükrözi az időrendi sorrendet. Amikor elszámolás van, akkor a 18-19 lapfül között oda-vissza kell ugrálni. És ennél a már említett felújítási munkánál, na, torlódáson előttem, lehet, hogy mégis lesz vasúti átjáró. Tehát ennél a már említett munkánál megkért a megrendelő, hogy rendezzük már ezeket időrendi sorrendben, mert neki úgy sokkal könnyebb kezelni az egészet, és egy Excel táblázatnál rohadtul könnyű annak, aki érti, hogy melyik munkanemek hogyan következnek egymás után. Ezt összeraktam egy ilyen egy oldalra, értelmesen végtelenített sorokba, tehát ilyen 300-400 sorunk lett a végén. De ott az volt, hogy az alap, tehát mondjuk azt, hogy indul úgy, hogy alap árokásás, alapozásba vasszerelés, alapozásba betonozás, zsalukő lábazati fal, földfeltöltés közötte, gépészeti alapvezetékek szerelése, vasalt szerelőbeton, kavicságy, vasalt szerelőbeton. Na most ez így 7 sor, ezt alsó hangon 5 különböző lapfülön találnád meg. Össze-vissza kellene tikitakizni. Így viszont tök jól szeretett fésülni, nagyon jól a megrendelő, nagyon-nagyon jól menedzselte egyébként az egész projektjét, ugyanis a kivitelező az mindig megpróbált több mennyiséget beleírni, mindig megpróbált máshonnan áthozni tételeket, amiket ráfogta, és mivel, hogy valamilyen szinten azért szakszavakkal kell ezt a tételes költségvetési kiírást belerakni, tehát az, hogy elemmagas áthidalók elhelyezése, az lehet, hogy 6 darab, de lehet, hogy 16 darab, de a tételes listába ott értelemszerűen elemmagas áthidalók elhelyezése földszint. Ennyi. És majd, amikor a földszint elkészült, és haladunk fölfelé tetőtérbe, akkor később jelenik meg mondjuk az a plusz 10 darab elemmagas áthidaló. Miközben a kivitelező megmondta azt, hogy hát elemmagas áthidalók beépítés 12 darab. Nem volt annyi, de az összköltségvetésben ott van annyi, ott abban az adott munkafázisban még nem tartottunk ott. És hasonló dolgok voltak egyébként, de nagyon jó volt ez, hogy a megrendelő kért és kapott egy ilyen időrendi sorrend összerakást, ami alapján ő is látta, hogy egyrészről várható kifizetett tételek hogyan sorakoznak egymás után, másrészről, ha előleget kér a kivitelező az anyagokra, akkor az mekkora tétel lehetne, lehet azt mondani, hogy Mr. Megmester, akkor most milyen munkatételekre kéri az anyag előleget, és akkor mondja, hogy hát most itt én el akarok jutni az alapozástól a szerelőbetonig. És erre kérek a vasanyagra, zsalukőre, egyebekre, zsaludeszkára, ilyesmikre. Anyagot, anyag előleget, és akkor ezt lehet látni. Össze lehet szépen adogatni, akár Excelbe, akár manuálisan, az már lényegtelen. És megvan az, hogy hát ha ő kért 2 milliót, de közben csak 1 millió lenne, akkor már azért vakarom a fejemet, hogy ennyi-bennyi, itt valami susmus próbál lenni. Szóval ez nagyon jól kontrollálható, ez az egész. És higgyétek el, hogy akár egy felújítási tervet nézünk, akár egy rendes kiviteli tervet nézünk, én körülbelül ilyen 80-100 ezer forintot szoktam beárazni egy ilyen tételes költségvetési kiírás elkészítésére. Ennyiért csinálom, de nagyon-nagyon kihangsúlyozom, hogy csak saját terveimnél. És ez azért van így, mert amit én csinálok, az tényleg 3D-vel föl van építve. Vannak természetesen olyan dolgok, amiket nem lehet pontosan előre kiszámolni, tehát ilyen például az alapásás. Oda-oda is van írva a tételes költségvetési kiírásban, hogy előirányzott mennyiség, ugyanez sítelszállításra egyébként, vagy egy alapozásra. Mert kifordulhat egy sziklatömb, jöhet egy eső, ami bemossa az alapot, nagyobb hatás a munkagép, tehát nagyon olyan sok olyan tétel van, ami nem azt mondom, hogy jóslás kategória, de lehet benne. Én mindig azt szoktam mondani, ha már a földből kibújunk, akkor nagyon-nagyon jól előre számolható minden. De amíg a föld alatt vagyunk, addig bizony ott lehetnek komoly jobb eltérések is. És itt lép még az a képbe, hogyha a megrendelő menet közben változtat, tehát például arrébb rakat falakat,
és ezáltal mondjuk megnő a válaszfal mennyisége, vagy nem tetszik neki valami, és visszabontat, akkor van egy visszabontási költségünk az adott négyzetméterre, meg van egy újjáépítési költségünk. Tehát ezeket is lehet előre mindkét fél részéről, illetve mindhárom fél részéről, most mind a három fél, azt úgy értsétek, hogy megrendelő, kivitelező, meg egy műszaki ellenőr, vagy bárki, aki az elszámolási dolgokat valamilyen szinten ellenőrzi. Vannak olyan emberek, akik, mint említettem, csak ezzel foglalkoznak, hogy árazatlan tétes költségvetési kiírásokat készítenek, akár egyszerűsített bejelentésből, vagy korábban engedélyezési tervből, tehát egy a százasból, de elmondják, hogy ebből azért nem lehet mindent kiszámolni, meg halál pontosan, de azért nagyon jó irányt ad. Fokozottan érvényes az, hogy az elszámolás az a ténylegesen elvégzett munkák alapján történik. Míg én rákattintok az Archicad-re, és tudom azt mondani, hogy szerelőbeton, mondjuk legyen egy nagyon-nagyon cikcakos épület, 45 fokos törésekkel, meg egyéb francokkal, amiből kurva nehéz kiszámolni a szerelőbeton felületét. Nekem viszont az Archicad azonnal kidobja. Rákattintok, 161 négyzetméter, beszorzom azzal a mondjuk 12 centi van, hogy kiírt a statikus, ott lesz egy köbméter. De ugyanígy nekem kidobja, hogy hány folyóméter a kerülete, tehát a zsaluzásra is, hogy mit kell számolnom. Míg ezt manuálisan végig számol, főleg ha vannak benne szögtörések, meg nagyon tagolt az épület, szinte lehetetlen. Nagyon-nagyon kellene ott három szögekre felosztani, meg minden. Nagyon lehetetlen. Ott lehet, hogy azt fogja mondani az emberünk, tehát aki a tétes költségvetési kiírást csinálta manuálisan, a egyszerűsített bejelentési dokumentáció, mondjuk 150 négyzetméter. És a valóságban meg mondjuk 161 lett, de akkor végig lehet ott mérni a helyszínen, vagy hát értelemszerűen a kiszállított beton mennyiség azzal a 10 négyzetméterrel, tehát mondjuk az 1,2 köbméternyi beton, annyival több lesz feltöltés is egyébként, de mindegy. Az is egy nagyon jó, mert ott is ott lesz a tételes anyagár, meg a tételes munkadíj. Ha 10 négyzetméterrel több, akkor 10 négyzetméterrel többet kell elszámolni, vagy hát attól függ, köbméter, mindegy, szóval tök mindegy, milyen egységben van az elszámolás, lehet korrigálni, mert tényleg ott a helyszínen fel van mérve, és akkor azt mondja a kivitelező, hogy hát bocs, az nem 150 négyzetméter volt, hanem 161, le van ellenőrizve, hát tényleg 161 volt. De akkor sem buksz olyan túl sokat, mintha nem lenne semmi, és be lenne hasalva az egész dolog. Nekem nagyon sok tervezési munkám bukott el azon, vagy munkánk, jobban mondva, mert hát többen vagyunk a cégben, nagyon sok tervezési munkánk bukott el azon, hogy én nem voltam hajlandó elvállalni csak engedélyezési dokumentációt, vagy hát most egyszerűsített bejelentésnek hívják, mert abból nem lehet normálisan tételes költségvetési kiírást csinálni, és én azt mondtam erre, hogy inkább nem vállalom a tervezést, mert én nem fogok utána álmatlanul forgolódni, mert hogy jönnek a levelek, hogy ez nem annyi, az nem annyi, az nem amannyi, meg nem lehetett belőle erről. Nem. Ez vagy végig van az elejétől átócettig tervezve részletes kiviteli tervként, és úgy egy költségvetési kiírás, hogy egyszerűen nem vállalom a munkát. Ilyen egyszerű a dolog. És ez családi ház szinten is így van. Nagyobb projekteknél, meg aztán pláne, tehát ott egy társasháznál kötelező is egyébként a tételes költségvetési kiírás, mert ott az elszámolás is már más, meg minden, tehát ott ténylegesen kell ez, meg ott kötelező műszaki ellenőr, aki ezeket az elszámolásokat folyamatosan nézi, leigazolja, vitatkozik a mennyiségekkel, kivitelezővel, stb. Tehát nagyobb projektnél ezek kötelezőek, de hát mi ugyebár családi házakkal foglalkozunk, hallgatók, illetve én is. Az elején egyébként, ezt most csak így a kollégáknak, vagy leendő kollégáknak mondom, az elején rohadtul utáltam a költségvetési kiírás készítést, tehát egy nagyon alávaló dolognak tartottam a tervezéshez képest. És higgyétek el, ez házépítésnek a receptje. Tehát annak az adott háznak a receptje. Olyan jó végig gondolni elejétől a végéig, hogy ez a recept hogyan áll össze, és miből áll össze, hogy ez az, ami tényleges szakmai tudást ad. Ugyanis egy ilyen tételes költségvetési kiírásnál tudnod kell a csomópontokat. Redőny mögé,
hová kerül, milyen vastag hőszigetelés, mekkora mennyiségben, a felhajtott vízszigetelés meddig kerül, milyen anyagból, mi kerül rá, tehát egy bitumenes, modifikált bitumenes lemezre nem tudsz rávakolni, mert egyszerűen nem tapad meg rajta a vakolat. Ilyen lábazatod van, akkor oda cementreaktív vízszigetelést kell alkalmazni, Kent vízszigetelést, vagy raksz rá XPF-t. Át kell gondolni mindent ahhoz, hogy működjön a dolog. És ezek adnak egy akkora szakmai tudást, ha megcsinálsz egy pár ilyet, amit átlátsz, pláne esetleg egyébként utána ki is mész, és látod valóságban, hogy van megcsinálva, ami nagyon-nagyon hiányzik ebből az építőiparból. És értem én, hogy megvannak a kasztok az építőiparban. Hú, egy építészmérnök az nehogy már költségvetési kiírásokat csináljon, amikor ott vannak erre a technikusok, meg a műszaki menedzserek, meg hasonlók, hogy azoknak a dolga. Nem, basszus. Te nem tudsz úgy tervezni valójában, te építészként csak egy design tervező vagy egészen addig, amíg nem látod át szerkezetileg a dolgokat. És ahhoz, hogy átláss szerkezetileg ezeket a dolgokat, mocskosul sokat segít az, hogyha csinálsz ilyen tételes költségvetési kiírásokat. Az meg pláne egyébként, hogyha ezt elbaszod, akkor rajtad verik le, kőkemény forintok szintjén. Sokan fordulnak hozzám kérdéssel, mostani kollégák, vagy leendők, főleg inkább leendő kollégák, tehát ifjú építészek, hogy honnan lehet felszedni ezt a tudást, ami bennem van. De hülye hangzik, Jézusom. Ilyenekből. Évek, kuli munka, és szeresd az egészet. És le kell hajolni ezekért a kuli munkákért, ugyanis ténylegesen ezek adnak szakmai hátteret a valós munkához. Osztom az észben, tehát az építőipari sztorikban majd mesélni fogok Makovecről, mert volt vele dolgom. Nem egy építményéhez felkértek, hogy csináljak kiviteli tervet. Azt mondtam, hogy nem. Mert nem lehet megcsinálni. Tehát nem lehet megcsinálni azokat a dolgait sok esetben, vagy nem lehetett megcsinálni, bocsánat, mert az öreg már elhunyt. Nem lehetett megcsinálni, amit ő elképzelt dizájnilag, úgyhogy az ne ázzon be, ne legyen vele valamiféle szerkezeti probléma. És ez egyébként Makovec házaknak egy jellemzője, hogy nagyon sok beázás meg egyéb olyan hiba van, amit maga a design kialakítás hoz magával. Azt elmondtam már több podcastben, én praktikus építésznek tartom magamat. Nem azt mondom, hogy számomra a design egy utolsó dolog, mert nagyon szeretem, amikor a design meg a praktikum meg a szerkezet egymásra talál, és kurva jó minden szempontból, de ha valami necces, azt nagyon-nagyon nem szeretem terv szinten sem. Mert tudom, hogy abból probléma lesz. És a necces nem úgy kell érteni, hogy drágán, de megcsinálható. Már az is egy tud problémás lenni, hogyha okoz a megrendelőnek az az adott dizájnerem plusz 2 millió forintos többletköltséget, arra azért felhívom a figyelmet, hogy biztosan akarod-e. De ha ráadásul drága is, és utána mondjuk 5 év múlva tudom, hogy szar is lesz, akkor aztán pláne nem szeretem betervezni. Mert vannak ilyen részei a lakóépületeknek, ahol a dizájnt azt vagy fel kell áldozni, vagy hát együtt kell élni az a tudattal, hogy hát ez egy állandó gócpont lesz a házban, amit folyamatosan javítgatni kell. Sokszor találkozom azzal a szemlélettel, van egy meglévő épületem, hozzá szeretnék toldani 20 négyzetmétert, tervezd meg. És akkor elküldöm a tételes tervezői költségvetést, vagy a árajánlatot, amiben benne szerepel részletes kiviteli terv, árazatlan a költségvetési kiírás, meg minden. És akkor visszaírja, hogy hát én a családon belül építem, nincs erre szükségem. C és D tételekre nincsen szükségem. És én meg visszaírom, hogy oké, akkor keressél mást, mert én nem vállalom csak az egyszerűsített bejelentési dokumentációt, mert úgyis gebasz lesz közben. Egy egyszerűsített bejelentési dokumentáció, ezt is mindig elmondom, egy 3x4-es szoba az egyszerűsített bejelentési dokumentációban akkora, mint egy gyufás katuja. Nem tudsz annyi információt rátenni, amire szükség van. Gyufás katuja méretre, nem tudod ráírni a külső nyílászárónak a konszignációs számát, nem tudod rárajzolni a beforduló hőszigeteléseket, mert egyszerűen maximum egy duplikált vonalként jelenik meg egy 5 centis hőszigetelés, de még szinte az sem. A belső nyílászárónak a konszignációja nem fér rá, stb. Stb. Tehát lehetne ezt még ragozni. Egyszerűen nem tudsz annyi információt rátenni. És igen, sok-sok ház felépült úgy, hogy csak építési engedélyezési dokumentáció volt,
vagy egyszerűsített bejelentési dokumentáció, hát akkor hajrá. De akkor itt az én kérdésem, hogy jár a szám több mint 40 perce, de meg végighallgattad, fölöslegesen lehet így is csinálni, meg lehet viszonylag nyugodtabban aludva, költségeket előrelátva, mindent kicsit jobban előrelátva, utólagos normális elszámolással dolgozva, sőt, még egy dolgot nem mondtam, tételes költségvetési kiírás értelemszerűen megadja az anyagmennyiségeket is. Tehát nem tégladarabra, de ha oda van írva neked, hogy 160 négyzetméter 30-as téglafalad van, akkor megvan az, hogy hány darab megy egy fal négyzetméterbe, hány darab tégla van egy raklapon. Nagyon egyszerű egy tételes költségvetési kiírásból már kicsit tovább lépve egy anyagkiírást csinálni a komplett épületre. Miért előnyös ez? Mert a kivitelezőtől te kapni fogsz egy árat az anyagra, viszont te is be tudsz menni akár a helyi tűzépre, letéve elé mondjuk azt a két oldalas PDF-et, hogy figyelj, ezekre le van szükségem, ekkora kedvezményt adsz nekem, mint magánszemélynek, ha mindent innen rendelek, és kapni fogsz itt el. Ez az egyik. Másik az az, hogy ha látod előre, hogy melyik anyagok mikorra kellenek, akkor, és van kurva sok időd, akkor googlizés, árukereső, és ki tudod keresni azt, hogy hol a legolcsóbb az adott anyag, mikor a legolcsóbb, kiszállítása, stb. Nagyon sokat tudsz, ha ölsz bele időt és energiát, nagyon sok pénzt tudsz megtakarítani saját magadnak, mert ott van a kezedbe a mennyiségi kiírás mindenre. Jó, természetesen nem vezetékekre, meg csövekre, meg mindenre, de szerkezetkész állapotig, sőt, tovább is igazából, mert válaszfalak is, belső szigetek, tehát gyakorlatilag szinte mindenre, ami nem gépészet. Ott van anyagmennyiség kiírás is. Vasaktól elkezdve minden. És te is be tudsz előre vásárolni, illetve tudod, meg tudod nézni, hogy az adott kivitelező, amit beárazott, az vajon mennyire reális. Mert azért, hát vannak súsmusok ott is. Ennyi lett volna ez a kicsit fejtágítós monopodcast adás. Ha tetszett, tartsatok velem legközelebb is. Nem találkoztam vasúti átjáróval autópályán, úgyhogy gratulálok a Waze-nek. És ezt nem veszélyként rakta be valaki, hanem konkrétan a Waze jelzett, hogy vasúti átjáró. Teljesen nonsense. Na mindegy. Nekem még van 47 percem hazáig. Szerintem belefér még egy monopodcast adás. A legközelebbi viszont hallásig. Sziasztok!